Na, ahogy látjátok, kedves rajongók, itt vagyok újra a Természetrajzi Múzeum előtt, és most már tényleg bemegyek ezúttal. Kicsit leültem ide a fűbe, mert mindenki a fűbe ül. Meg hevert, meg héderezik, piknikezik. Na, az történt, hogy közben a stoppet leállítom, már meg akartam mérni, hogy hány perc alatt érek ide, de közben elfelejtkeztem szokásom szerint. Úgyhogy ennyi. Hát 10 perc alatt most már itt voltam, és egyáltalán nem használtam a Google-t, tehát most már emlékezetből jöttem. Ami jó. Reggel találkoztam Ágostonnal, ezt már bizonyára tudjátok az előző videóból. Hát nem sokat, egy másfél-két órát töltöttünk együtt, aztán neki vissza kellett utaznia, mert ő még délután dolgozik. Ilyen ez a szabadúszás, és én meg akkor ugye, hogy enyém az egész délután, még ez 5-ig nyitva van, most 4 óra 14 van. Szerintem egy 3-4 óra alatt én be fogom tudni járni, ha nem, akkor vissza fogok jönni még egyszer. De mivel bent gondolom ugyanolyan szokásos sötétség van, mint minden múzeumi tárlatban, ezért bent mozgókép nem lesz, hanem fényképeket fogok készíteni, és akkor majd azokat meganimálom, esetleg megpróbálom ilyen zenével aláfesteni, még akármi. Úgyhogy, és hogyha két naposra húzódna el ez a múzeumi látogatás, jöhetek vissza máskor is, mert ingyenes, akkor szépen hozzá lesz vágva minden további nélkül. Úgyhogy menjünk. Hello. Ez a csoportos látogatókra vonatkozik. Na, hát azért csak kell egy-két mozgókép. Csak úgy azért, hogy belsejt is nagy látószöggel az normálisan felesen mutatni. Itt is lehet donételni. Ez itt ebben az országban nem számít szégyennek. Csak előre bocsátom, hogy nálunk mindenkinek a fejhez van vágva egy kódus. Itt ez általános. Itt van egy csomó dolog, ami ingyen van, például ez a múzeum látogatás is, viszont lehet donételni. Na ezt figyeljétek. Barna medve. Brown beer. De ilyen közel még nem voltam medvéhez. Lisztacs. Nyugodtan meg lehet simogatni. Lisztacs. Ó, kis haja van. Még finomabb, mint az én szakállam hely. Wow. Gyönyörű. Nézzétek körbe. Kicsit nehézkes két kamerával egyszerre. Egy kézben. De szerintem meg fogom tudni oldani. Ugyancsak itt most már nem apertúra módba tesszük, hanem manuálba. Felkúrjuk az izót. Mert eléggé sötétnek mondja. Na, lássuk a macit. Lássuk a medvét. Ha? Elteszlek benneteket, és most fotózni fogok. Szóval sorban haladva, ez egy közönséges disznó csontvázok. Akkor menjünk erre. Ez egy malajziai tapír. Kezem azért teszem arra, hogy legyen mihez visz. Tapír ilyen nagy. Soha nem gondolom, azt mondom, fragile, please don't touch. Ja, oké, azért nem szabad piszkálni, mert törékeny. Ez pedig egy rénszarvas, gyerekek. Nem rén, rénszarvas. Oroszországban ez a nagy izé itten, aminek itt bele látni az orlikába. Pá, úgy lehetem. Ázsiai kétszarvú rinocéros. Ja,
kár, csak a szarva nincsen meg neki. Hát ez már azért jó magas, magasabb tőlem, egy-két feje. Azt mondja, mi ez? Ír, elk vagy óriás szarvas, giant deer. Hát ez pedig tényleg már csak ilyen alsó perspektívából megfigyelhető cucc. Hát ez egy dromedár, vagy egy pupu teve, jobban mondva. Itt a pupu teve, egy pupu teve. Ez pedig szerintem kizárásos alapon zsiráf lehet. Bazd, de már ijesztő, mi a rák ez? Elefánt. Elefánt, hé! Nem ismertem volna rá az izé nélkül, tudod? Nincs ormánya, meg nincs agyara. Hú, te! Ez a... Hát zsiráf. Szerintem ezt mindenki felismeri. Ez pedig egy ló. Ez egy paci. Ez pupos, tehát ez valami bölény. Ez egy amerikai bölény, ez a bison. Aha. Jellegzetes a nagy pupja miatt. Ezt vadázták az indiánok sokáig. Ez pedig egy vörös szarvas. Red deer. Ez meg itt szerintem a szarvasmarha. Bostaurus. Chillinghami. Bú, bika. Valami. Most az utolsó körbe is értünk. Azt mondja, hogy ez a... Aha, polar bear, szóval jegesmedve. Ilyen kicsi. Hát ez csalódás volt, szóval jegesmedve ilyen kicsi. Ez meg vadpulyka, vagy mi a? Mi a fene? Olyan, mint a vadpulyka. Azzal el lehet lakomázni. Gyerekek, szerintem nem lesz elég az idő. Most van 16:34, és nem akarok végigrohanni az egész tárlaton. Szeretnék fotózni is, meg csendben nézelődni. Úgyhogy a továbbiakban maradnak a fotók. Nagyon ritkán lesz ide. Ez meg mi a rák? Afrikai tüdős hal kifejlett. Jó. Nem rák, a rák az ott van. Akkora rák, öcsém, olyan rák, szerintem egy hétig el lehetne rajta falatozni. Oh, Japanese spider crab, tehát japán pókrák. Ilyen él a tengerben. Azt mondja, hogy a legnagyobb rákfajta a világon. Mély vízi. Több mint 300 méter mélyen él. Az igen. 4 méter is elérnek. Hey. A lábaikkal. Itt meg egy nagy teknőt segge. Ugyan csak mekkora hely? Ja. Jó lenne egyébként izének, tehát dohányzó asztalnak. Nem lenne ilyen gömböly. Jó, mit mondnak egy cápák? Jó fiú. Cartilaginous fish, az nem tudom. Szóval, a cápafélékben még ott nem értem végig, mert onnan indultam a tüdős haltól. Amphibians, a két éltük. Wow, fél ezt a varangyot, he. Az jó felfújta magát. Két éltük. Tűzszalamandra, amit mi úgy hívunk, hogy foltos szalamandra. Ugye? Azt mondom, hogy teljesen más. Ez meg mi? Milyen béka te? Aminek ekkora csontváz van. Conra ua góliát. Góliát béka. Aha. Ura azért góliát, mert olyan nagy. Oké, nem biztos fogok kanyarodni, és akkor majd jön a
következő. Hát ezek már szerintem kihalt állatok. Ez a goldfuss perme korszakból el van írva, korai triász perme. Akár csak a tüdős hal már se él. A tüdős halak még élnek, csak nem pont ez. Ennek meg a Devonból valami tengeri hérkentyű. Ez mi ez? Ez mi ez? Atlantis. Bluefin tuna, az micsoda? Ja, a kék uszonyú tonha. Értem, nem tudtam, mi ez a fin. Tonha, kék uszonyos tonha. Balloonfish, azaz, hát nálunk tengerisünnek hívják, ugye nem pedig, hogy gömbhal, gömbhal. Nem tudom. Van itt lazac. Ez mi ez, öcsém? Tiszta Predator rákapcsolva. Az is valamilyen lazac, szakály lazac, az nem tudom mi a gyász. Na figyeljetek, ott van a Karkarodon Megalodon, vagyis a megafogú cápa, foga, ami, ez fosszilis fog, a fekete. És alatta pedig a Karkarodon Karkarias, vagyis a nagy fehér cápának a elpottyantott foga. Ez makó cápának a zárkapcső, ez öcsém, itt vannak már fogsorok, hát. Mi ez? Port Jackson cápa. Ilyet sem láttam nem. Ez pedig tigris cápa. Én királyú ki van találva, hogy több sorba ülnek a fogai, és ha kitörik, akkor jön helyette új neki. Intelligensen tervezte meg a teremtő. Úgy szokták mondani. Jó, még nem is láttam, itt meg a fejünk fölött mindenféle. Hoho, mit vannak felakasztva? Az egy orka, vagyis a gyilkos bálnának is mondják, tudjátok, az a fekete-fehér, amit nálunk úgy hívnak magyarul, hogy karcárnyú delfin, annak a csontváza. Hát ez a nagy, ez valamilyen közönséges, nem tudom milyen bálna. Kárgó próba mutatni, mert ez már nagyon messze van tőlete. Az pedig az északi, micsoda bottlenosed whale, palackorú bálna, amit nálunk szintén delfinnek neveznek, tehát palackorú delfin, karcszárnyú delfin, és a többi. Jól van. Ezt a sok kivégeztük szerintem. Jó nagy hal van a Balatonban. Tarkont ezt nem tudom, hogy micsoda. Ez egy kitömött hal. Hát ez nem modern, ez kitömött. Úgy néz ki egyébként teljesen, mint hogyha műanyagból lenne megcsinálva. Hát van még itt maci, másik oldalon, ez a amerikai fekete medve. American Black Bear. Please touch. Aha, akkor most már tudom, hogy mi a különbség a barna meg a fekete medve között. Na, ennek már a szőre hasonlít az én szakállamra. Szóval a barna medve, ami oda át van, az tényleg barna, ez pedig tényleg fekete. Nem viccből mondják.
hátrálok egy kicsit, hogy nem akarok sok hátteret, ezért inkább rázumolok. Lehet majd a végén az 50 millissel is lövök egy pár képet. Úgy lesz az igazi. Ez minek a csontváza? Hey, hey, hey. Tyrannosaurus Rex, vagy mi? Törékeny, ne érintse meg. Nem. Nem. Iguanodon. Dinosaur. Kiveszett. Ilyen volt. Ott a Tyrannosaurus. Ami szerintem mindenki ide látogat. Jurassic Park. Anyád. Azt kellettük nekem a képbe, mert ütök, vágok. Wow, szóval ez itt a Tyrannosaurus Rex koponyájának rekonstrukciója. Belefér a fejem? Ja. Beleöcsém. Akarjátok látni, milyen érzés a szájába kerülni, ha? Jurassic Park. Hát mondjuk a Jurassic Park egy kicsit elvétülőbb, ez se kicsi, de amint látható, azért nem olyan, hogy derékba ketté varrok egy embert. Minden objektívot cserélünk, aztán lövünk még egy-kettő cuccit. Pa-pam, 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 pa-pa-pam. Be kéne ide vágni a Jurassic Park zenét, csak az copyrightos lenne. Majd elfütyülöm. Azt nézzétek, milyen pirített találtam. 10 millió éves Touchable Rocks and Minerals, tehát meg lehet érinteni. Van nekem is ott egy darab pirítem, de csak ekkora, egy négyzetcentis. Látjátok, bunkók, akik azt mondjátok, hogy 6000 éves a Föld, ez 10 millió éves, ez a cucc, az a pirített. Aha, és még nem ért véget a tárlat. Ez kvarc. Kvarc vagy hegyi kristálynak is mondják, mi nálunk. Feeling good, quartz. Ez 1 milliárd 100 millió éves. 1 milliárd 100 millió, az hányszor több, mint a 6000? Na hányszor több? De hogy kiigazodjunk a ásványok között, illetve felfedezhessük őket. Mindenféle. Azt mondja, hogy Valamilyen sav, nem értek a kémiai cuccokhoz. Itt is svájci bicska, itt is egy darab pirit, nagyító és mikroszkóp gyerekek. Hasonlókat lehetett látni a természettudományi történeti múzeumban, és ez a lila pedig, ki tudja, mi ez a lila? Aki tudja, mi a lila, az írja be kommentbe, hogy mi a lila. Addig állítsd meg a videót, googlizd ki, hogy mi az a kvarc, aminek lila színe van. Majd ha kigooglizted, akkor írd be a kommentbe, ami le lesz tiltva. Írd be a Facebook csoport kommentjébe, hogy ez egy ametiszt. Gyerekek. Mint hamisítvány egyébként, már föl csak 6000 éves, hogy ezt mindenki tudja. Körbe.
Medvesegge. Menjünk még arra hátra, mert arra nem voltam. Ez mi ez? Sperm whale jaw. Spermabálna állkapocs. Durván nagy. Nem tudom egyébként a sperm mit jelent, hogyha nem spermán. Most először veszem elő a szótárat, hogy googlizzak. Nem googlizok. Megnézem a szótárba, hogy mit kell, mert én nem hiszem, hogy ennek ilyen neve van. Ezt mondja, hogy szerintem lassan záráshoz készülődnek, mindjárt kizavarnak minket innen a francba. A szótár. Jajjaj. Lehet, hogy nagyon epik lesz. Spam. Cetvelőt is jelent, ami akkor ezek szerint, ezt úgy hívják magyarul, hogy ámbra. Csak a szótár készítőinek mondom, hogy az ámbra, nem cetvelő, az az illatanyag, bunkos kedvéért, amiért vadászták a ceteket. Spam, szóval ez egy ámbrázca. Ez elég furcsa. Wow. Ja, hát több részből áll az egész. Ez pedig egy humbek fehér koponya. Nem tudom, mi ez a humbek. Szerintem az is valami vízi hal lehet, vagy cet. De. Mennyi csodálatos dolog van a múzeumban. És teljesen jó, hogy ingyen van. Csak meg kell vegyed a repülőjegyet, akkor kell fizetni a szállást. Hát az, amúgy a több ingyen van. De gonosz vagyok, mi? Megyek már, de gonosz. Lehet ajándékokat is venni, de én megpróbálom visszatartani magam attól, hogy bármit is megvegyek. Mert, csomó pénzt elköltöttem. Nem baj, azt mondja, holnap fizetésnek, úgyhogy... akkor se szórom a pénzt. Ha idéztek, együtt fogadjatok meg tőlem. Vigyázzatok a pénzre, mert elfolyik, olyan, mint a vizelet. Ott is van ilyen szép könyvjelző, azt nézd meg. Mennyibe kerül? 250. Wow. Hát, mennyi ez rendes pénzbe egyébként, tudjam? 1000 forint körül. Kicsit azért sokkal van. Nem ők smuci, csak. Azt mondja, hogy 250, nincs 1000 forint, se 871 forint végül is. Ha nem ebédül, akkor kukukunk. Na, úgy néz ki, hogy a tárlatvezetés első része ezzel lezárult, és vissza fogok jönni másnap, mert 4:60, hétre vacsorára vagyok hivatalos, és most látom, hogy van még egy felső galéria is, de arra már nem marad idő. Tehát jövünk vissza egy másiknak. Yeah.